Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálatról. Ez most megint csak egy kicsit rendhagyó videó lesz, mert hogy nem visszük a vért, hanem jelen pillanatban én fogom mindjárt adni, és ennek az az oka, hogy szeretnénk nektek bemutatni egy véradásnak a folyamatát. Ezt elsősorban nyilvánvalóan, sőt, kizárólag azoknak, akik nem rendszeres véradók, vagy még talán nem is adtak vért életükben. Szeretném így a saját szemszögemben, ezért van itt a fejemben a kamera, megmutatni, hogy hogy zajlik az egész folyamat, illetőleg egy néhány nagyon fontos információt is szeretnék nektek majd elmondani az egész véradásról, a vérgazdálkodásról, a vér útjáról, hogy ment életet a vér, és a többi, úgyhogy akkor vágjunk bele. Szia! Szeretnék vért adni. Igen. És miket adjuk? Mit személyigazolványkkal? Szeretnék kérni egy lapcímkártyát, egy tajkártyát és egy személyigazolványt. Igen. Irányított a sima véradásra. Sima. Érkezés után az ember leadja az igazolványt, regisztrálják. Megkérdeztem, hogy buborékos, egy mentes üzet szeretne. Bubis. Nagyon fontos momentum, hogy kapunk üvegásványvizet és hatatnivalót. Rögtön gyorsan kezdjük egy tévhitnek az eloszlatásával, mert hogy lehet ilyet olvasni, hogy reggel meg éjgyomorra, nem? Tehát, hogy például ha vért adni mész, az nem ugyanaz, mint a laborvizsgálatra való vérvétel, mert hogy ilyenkor ugye nem éjgyomorra kell jönni, sőt ajánlott, hogy egyél előtte, és ma bármelyik szakában lehet vért adni. És ha szeretnék kell ilyen készfeszítenítést, Bármelyikből? Jaj! Pedig nem is érdemes. És annan tud venni majd egy oldalt. Igen. És ide szeretnék kérni egy aláírást, mert minden alatt elkészült. És annak a hátoldalát kéne kitöltenie és ide visszahoznia. Igen, belül nem volt terhessége, ez a vége. Akkor, akkor megyek is vissza. Mindig megvan a enni, meg inni való. Gyors vérvizsgálat. Ez csak egy ilyen új becsúrásos, hogyha szólítanak, akkor mindjárt megyek is be. És gyakorlatilag egy vérnyomás mérés történt, meg némi adategyeztetés, és akkor lehet is bemenni. És akkor ezt követően az ember szépen kényelmesen elhelyezkedik. Jágyon, hamúgy alátámasztja a karját is. Megkérdezik, hogy melyikből szeretne már vért adni. Én most kizárólag azért a bal kezembe szavaztam, mert jobban tudom fogni a telefonomat. És akkor utána kap egy ilyen kis szorítót. Kap egy labdát a kezébe, ez nagyon fontos. Az egész videónak, mert az elején említettem, az az elsődleges célja, hogy nagyon sok fontos infót azt megosszak veletek, amit egyébként teljesen laikus átlagemberként én is ez a néhány hónap alatt itt az OVS-nél tudtam meg. És akkor jöhet a szúrás is, ugye? Tőlem. Jó van. Megtörjük. Most meg akarom nézni, ezt. Na, ez minden, ezt mindenki fogja látni, ez minden is. Tényleg az ember az ég adta világon semmit nem érez belőle, tehát egy ilyen szúnyogcsípés az azt lehet rá nagyjából mondani, hogy kellemetlenebb, mint amikor beszúrják ezt a tűt. Ennek egyrészt az az oka nekem, hogy olyan szúrtak egy-két olyan tűt életembe belém, ami nem volt jó, de hát olyan rutinnal rendelkező hölgyek dolgoznak, hogy igazából az ember a világon semmit nem érez belőle, tehát ettől nem kell félni. És akkor így elindul lefelé a vér, és közben jönnek akkor a nagyon fontos információk, mert ugye az egészről azt kell tudni, hogy egy átlagos emberi szervezetben van 5 kötőjel 6 liter vér, hölgyeknél egy kicsit kevesebb, mint a férfiaknál,
És ebből van egy fél literes pufferünk gyakorlatilag, vagy inkább fél és egy liter közötti pufferünk, amit ugye a szervezetünk tud nélkülözni. És pontosan ezért, hogy csak egy nélkülözhető mennyiséget vegyenek le tőlünk, ezért egy véradás során mindig 450 ml vért vesznek le. Először az ember ugye ad egy picike kis kémcsőbe, ezekből készítenek némi véranalízist, és hát ebből a vérből, ami ugye most itt ebben a kémcsőben van, ezekből történnek meg azok a vizsgálatok, amelyek alapján megállapítják, hogy ez a vér rendesen felhasználható lesz-e, mert nincsen semmilyen betegsége, ami ezt mondjuk esetleg lehetetlenné teszi. És akkor egy kicsit beszéljünk a konkrét számokról, mert hogy azok nagyon-nagyon-nagyon érdekesek. Amikor ide jöttünk és elkezdtünk mi sürgősségi vérszállítást csinálni motorkerékpára, közben kezdjél nyomkodni a labdát? Igen. Jó. Igen, óvatosan. Na, tehát itt egy fontos dolog, hogy én itt lassan nyomkodom a labdát, mert így jobban jön a vér, és ha nézitek, akkor közben ott a lefolyó vér, az meg egy ilyen kis pumpán mozog, ez mind azért van, hogy ne alvadjon meg, tehát eleve minden egyes ilyen tartályban, ahol veszik a vér, már van alvadásgátló segédanyag, és plusz még folyamatos mozgásban is tartja a rendszer, és ilyenkor a véradónak semmi más dolga nincs, mint szépen így kényelmesen nyomkodni ezt a kis gumilabdát, és igazából relaxálni, hát most nem relaxálok, hanem még egy pár infót meg szeretnék veletek osztani. Tehát, ami nagyon fontos, hogy ugye a vért, azt jelen pillanatban még a gyógyszeripar és semmilyen egyéb iparág nem tudta pótolni, tehát nem tudnak létrehozni semmilyen olyan anyagot, amivel az emberi szervezetben hasonló eredményt érnének el, mint az emberi vérrel. Ugye ahhoz, hogy a különböző betegségekben levő betegeket gyógyítani tudják emberi vér és abból készült egyéb vérkészítményeknek az adásával, ahhoz folyamatos véradásra van szükség az országban. Egészen konkrétan ahhoz, hogy Magyarországon ez az egész rendszer működni tudjon, naponta 1600-1800 embernek kell elmenni és vért adni. És ez nem működhet úgy, hogy januárban mindenki baromira vért ad, aztán utána kényelmesen hátradől, mert hogy ugye a leadott vérből különböző vérkészítmények lesznek, vörösvértestkoncentrátum, tehát jól mondtam, ugye trombocita koncentrátum és friss vérplazma. És ezek közül a trombocita az, ami a legrövidebb ideig tartható el, bár pont az nem igényel hűtést, mert 20-24 fokon tárolják, de ezekről nem akarok részletesen most még beszélni, viszont az ezzel együtt is csak 5 napig tartható el. Ráadásul annak az előállításához 4-szer annyi vérre van szükség fajlagosan, mint a másik két vérkészítményhez. Tehát emiatt gyakorlatilag folyamatosnak kell lenni a véradásnak az egész országban ahhoz, hogy a vérgazdálkodás az működni tudjon. És egyébként, amiben én már így egyszerű mezei civil vérszállítóként belelátok, ez úgy működik ez az egész dolog, hogy amikor rendben van a véradás, tehát megvan a megfelelő mennyiségű véradás, akkor mi csak adogattuk egymásnak itt a srácokkal a futártelefonunkat, és nincs sürgősségi vérszállításunk. Tehát volt már olyan 8-9 napunk most itt az elmúlt néhány hétben, hogy egyetlen egy sürgős riasztásunk nem volt, és sehova nem kellett mennünk. Viszont amikor egy kicsit leesik a véradás, tehát csak egy néhány százal kevesebben mennek el naponta vért adni, akkor elkezd kialakulni egy kisebb, vagy néha nagyobb fokú vérhiány. Például a tavaszi Covid-járványnál akkor nagyon nagy baj volt, most igyekeznek, hogy azért ne legyen akkora probléma belőle, de ezzel együtt, hogyha egy kicsit is elkezd csökkenni a vérmennyiség, ami ugye az országban van és rendelkezésre áll, akkor egyből előáll az a helyzet, hogy mondjuk a vidéki kórházaknak, vagyis a vidéki OVS-eknek, bocsánat, ugye a készleteit, azt nem tudják fullra feltölteni. És hogyha nincs fullra feltöltve, akkor nagyon könnyen lehet, hogy esetleg egy-egy ritkább vércsoport vagy vérkészítményből egy-egy adott betegnek a konkrét túléléséhez nincs meg ott helyben az, amire szükség van. Na olyankor ugrunk mi és visszük innen a Karolina útról. Egészen addig, amíg itt van. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy ez a véradás mennyiség, ez történjen meg az országban, mert máskülönben a háromféle vérkészítmény nem tudják előállítani. Egyébként csak egy kis plusz információ, hogy kaptunk már arra nézve egy ígéretet, hogy fogunk tudni forgatni bent a Karolina úton majd egy olyan kisfilmet is, amiben az egész vérfeldolgozás útját mondjuk nálunk nyilvánvalóan sokkal jobban ismerő
szakember végigkalózol bennünket azon, hogy hogyan dolgozzák föl a vért, és milyen vérkészítmények lesznek belőle, azok mennyi ideig, meg hogy lehet tárolni, meg sok-sok-sok-sok hasonló nagyon fontos információ. De azt majd egy picit később valamikor a tél folyamán fogjuk megcsinálni nektek. És nagyon jó. Meg is vagyunk? És igazából egyébként egy ilyen véradás az mennyi? 7-8 perc kötőjel, 10-12 percig tart. 6 perc alatt. Enyém az 6 perc alatt meg lesz, mert baromi jól tudok pumpálni. És igazából ami egy még fontos dolog, hogy ugye ez után is bőven kell folyadékot fogyasztani, hiszen mégiscsak fél liter folyadékot azt elveszik a labdának, és fél liter folyadékot mégiscsak elveszik az ember, tehát hogy akkor utána sokat kell inni, bőségesen kell táplálkozni, és aznap, amikor vért adtál, akkor nyilván kerülni kell a nehéz fizikai munkát, de egyébként semmilyen megkötés nem igényel. Tehát azért nem tudom, az mennyire gyakori, hogy valaki rosszul lesz utána. Így helyben nem gyakori, tehát nem kell tőle félni, hogy itt rosszul leszel. Aki nagyon bestresszeli magát, az lesz, aki egyébként nyugodtan és egy normális élethelyzetként kezeli, annak a világon semmi baja nem lesz tőle. Igen, és akkor utána, amikor ugye kiveszik a tűt, mert most már mindjárt megtörténik, akkor az ember 3 percet pihen. Ezt rá kell szorítani, akkor most innen tudok lenni, fognom kell. Nekem velem persze, hogy ne. Sőt, le is teszem inkább a telefon, és akkor ezt egy picit fogom, de egyébként szerencsére gyorsan alvadós vérem van. Úgyhogy ennyi az egész, én el is köszönök tőletek. Talán az lehetne egyetlen záró üzenetként elmondani az egész videóról, hogy menjetek és adjatok vért. Ugye egy felnőtt férfi az évente, ha jól tudom, 5-ször adhat, tehát nagyjából 2 havonként lehet menni. Én mostantól minden páros hónapnak így az eleje felé fogok menni. Ezt a videót is nagyon merevén veszük föl. És, vagy bocsánat, páratlan volt, rosszul mondtam, minden páratlan hónap rögtön a legelején fogok menni vért adni. Pontosan az egyenletesség fontos ahhoz, hogy az egész vérgazdálkodás jól működjön, és hogy nekünk minél kevesebb dolgunk legyen, az mindenkinek jobb egyébként. És köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.